Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! A kormányzati kommunikációs programsorozat keretében tartott fórumot Pápán dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő pénteken este. A politikus vendége Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke volt, aki a hazai agrárium elmúlt 7 éves teljesítményét értékelte, és a mezőgazdaságot támogató kormányzati intézkedésekről szólt. Györfi Balázs hangsúlyozta, az elmúlt években szép fejlődési pályát futott be az agrárgazdaság, 2010 óta minden évben a 3 legdinamikusabban fejlődő agrárgazdaság egyike volt a magyar az Európai Unióban. A fórum előtt sajtótájékoztatón foglalták össze a legfontosabbakat. A pápai járás, az Irci járás egy része és a Devecseri járás is erősen kötődik a mezőgazdasághoz, fogalmazott dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, a rendezvény házigazdája a fórum előtti sajtótájékoztatón. A hagyományos mezőgazdasági kultúrák az leginkább a megye északi részén, a mi környékünkön, Pápa és környékén vannak jelen. Ugye a Somló környéke az a bor készítésnek a hazája, az Irc környéke pedig a krumpli ős hazája, hogy így mondjam, és emellett még van nagyon sok állattenyésztő. Teljes színes a paletta a tekintetben, hogy vannak nagy üzemek még a környéken, de nagyon sok egyéni gazdálkodó van, vagy családi gazdálkodó van. A hazai mezőgazdaság az elmúlt években jelentősen fejlődött. 7 év alatt másfélszeresére nőtt a termelési érték, közel duplájára emelkedett az export értéke, és 70 ezerrel többen dolgoznak az ágazatban, mint 2010-ben. Az állami nemzeti költségvetésből fizetett támogatások 2010 óta megduplázottak. Vannak olyan ágazatok, ahol közel meg négyszereződtek, különösebben az érzékeny ágazatokra kell gondolni, mint Baromfi, akár a tejágazat, vagy akár a sertés, ahol ennél nagyobb támogatás növekedés volt, mint ami az átlagos, és az uniós forrásokat is jól tudtuk hasznosítani. Elmondhatjuk, hogy a 14-20-as tervezési időszakban Magyarország egy a korábbinál jobb pozíciót tudott kiharcolni magának, hisz egy csökkenő közös agrárpolitikai büdzséből nagyobb forrást tudott elhozni, mint a 2007-13-as tervezési időszakban. Mondhatnám úgy is, hogy egy kisebb tortából egy nagyobb szeretet tudtunk elhozni, ez egy egyértelmű agrárdiplomáciai bravúr. Györfi Balázs hozzátette, Magyarország célja, hogy 2020 után is megmaradjon a támogatási rendszer. Az elnök a birtokpolitika változásáról is szólt. Egyértelműen megjelennek egyébként akár a vidékfejlesztési programban is azok a célok, hogy a kisközepes családi gazdaságok erősödjenek. Ez a társadalmi réteg adja a magyar vidék agrárteljesítményének a gerincét. Itt érdemi elmozdulást található, most már 60%-ában a területeket, az ország mezőgazdasági területeit a családi gazdálkodók, az egyéni gazdálkodók használják. Ebben nagy szerepet kapott egyébként a Földet a gazdáknak program, ahol mindegy 200 000 hektár földet értékesített az állam piaci árnál, egyébként drágábban, teljesen szabályozott keretek között. Ennek a területnek a 40%-át 40 év alatti gazdálkodók vásárolták meg, ami pozitív üzenet a jövő számára, fogalmazott Györfi Balázs, hozzátéve, a kormány célja a jövőben is az erős, jól működő, hatékony mezőgazdaság megteremtése. További Jókai utcai fák kivágásáról kellett döntenie ma a polgármesteri hivatal szakembereinek a fák állapota miatt. A Jókai utcai útrekonstrukció keretében eddig 20 fát távolítottak el, de másik 26 is olyan korhadt és beteg, hogy megtartásuk balesetveszélyt okoz. A fákat a Városgondnokság vágja ki holnaptól, és egy részüket már tavasszal pótolja is. A szalmavári domb és a csóka közötti fák helyett az útrekonstrukciós munkák részeként a szakági növény- és fatelepítési terv szerint ültetnek újakat. Unger Tamás alpolgármester és Bakó István a Városgondnokság igazgatója a Jókai utcai fák állapotát mutatja. A kivitelező eredetileg 20 fa kivágására kért és kapott engedélyt. Ezek azok a fák, amelyeket már részben bemutattunk, hogy ezek belül korhadt budvás fák voltak. Ezeknek a kivágása meg is történt, és amikor megvizsgáltuk a megmaradt fákat, amelyeket hangsúlyoznom kell, mi szerettünk volna megtartani, megvizsgáltuk ezeket a fákat, akkor láttuk, hogy ezek a fák nagyon rossz állapotban vannak,
szakértő vizsgálta meg ezeket a fákat, és megállapította, hogy tulajdonképpen menthetetlenek. Itt a hátam mögött látható fasorról van szó. A fákbetegség miatt ezeknek a kezelése mindenképpen szükséges lett volna, és most, hogy ez a projekt elindult, és ebben a zöldfeltek, ahogy említettem, kiemelt szerepet kapnak, érkezett el az alkalom arra, és a lehetőség arra, hogy egybe kezelve megújítsuk ezeket a zöldfelteket. Ezeknek a fáknak a helyére újabbak fognak kerülni, és ahogy mondtam, igyekszünk egy egységes utcaképet kialakítani. A kivágandó fákon szabad szemmel is jól látszik a betegség, de a szakmérnök is megerősítette. Odvasak, csonkoltak, golyvásak korona alapi odvasodásban szenvednek, gyökereik pedig felnyomták a burkolatot. Szakértő azt mondja, hogy ezek a fák, ezek az életképesség határán vannak, állapotuk már kifejezetten veszélyes. Hogy ez miben veszélyes? Egyrésztől rengeteg száraz ág van rajta, amely egy erős széllökések, szélvihar esetén autókra, háztetőkre törhetnek, illetve erősen korrodált pudvás a törzsük, ami ha így marad, egy-két éven belül mindenképpen ki kellett volna vágni. Lényegesen egyszerűbb most megtenni ezt, mindesetleg egy olyan felújított környezetbe, ahol nem csak vágni, hanem tuskózni, tuskót furatni is kell, ami esetleg az új szilárd burkolatot tönkreteheti. A fák kivágását holnap kezdi meg a városgondnokság. A Szalmavári út a választóhatár, attól a Csóka körforgalom fele 14 fáról lenne szó, és attól pedig a Böröcki domb irányába pedig 12 fa kivágása szükséges. A baleset veszélyes fák helyére újakat telepítenek. A Szalmavári úttól a Csóka körforgalom irányába ott konkrét tervek vannak, a terv szerinti ültetések fognak megtörténni a nagy projekt keretén belül. A Szalmavári úttól a Böröcki domb irányába pedig juharfák kerülnek vissza ültetésre, ezt még ebben a szezonban szeretném pótolni. A fakivágások a Jókai utca forgalmát tovább korlátozhatják. A gépjárművezetőktől fokozott körültekintést kér a városvezetés. A helyi autóbuszjáratok menetrendje abszolút nem elégíti ki a helyiek, elsősorban a nyugdíjasok igényeit, de hasonló a helyzet a távolsági közlekedésben az egyetemi városok, Budapest, Pécs és Szeged megközelítésével, emelte ki szombati sajtótájékoztatóján Töreki Milán, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje, aki a megoldást a menetrendek összehangolásában és a járat sűrítésben látja. A Jobbikhoz eljutatott panaszok alapján a Vajda lakótelepről nehezen közelíthető meg a vasútállomás, illetve a kórház helyi járattal, és a Kilianon élők sincsenek megelégedve a helyi autóbusz közlekedéssel. De a Pápa környéki kistérségek esetében is számos problémát jeleztek. Ami nagy probléma, főleg elsősorban ez a Pápa környéki kistérségeket érinti, amelyek nem fekszenek főútvonal mentén, mondjuk Egyházaskesző, Malomsók, Várkesző, tehát sorolhatnánk itt a településeket, hiszen ezeknek a településeknek Pápával való összekötetése autóbusszal az katasztrofális, főleg az ünnep, illetve a vasárnapi napokon. Töreki Milán kiemelte, a főváros megközelítésének lehetőségei pedig nemhogy fejlődtek volna az elmúlt években, hanem inkább visszafejlődtek. Ez abban is nagyon jól látszik, hogy évtizedekig működtek azok a vonalak, azok a közvetlen járatok, amelyek most megszűntek. Melyikekre gondolok? Tehát a csúcsidőben, jól emlékszem, legalább 4 vagy 5 közvetlen autóbuszjárat, vagy bocsánat, vonatjárat indult közvetlenül Budapest, ez azt hiszem a reggel volt a 4:30-es, a 4:30-as, a 5:30-as, illetve a 5:30-es. Ebből sajnos csak a 5:30-es maradt meg, az összes többi az átszállós járat lett, és mondanom se kell, hogy 5 perc átszállási idő Győrbe az nem éppen a legkellemesebb a hallgatók számára, főleg úgy, hogy az Intercity nem várja be a személyvonatot, amely Pápáról indul. A távolsági autóbuszjáratok esetében pedig Szeged és Pécs megközelítésére is naponta csak egy-egy közvetlen járat indul, ez pedig megnehezíti a pápai hallgatók és munkavállalók helyzetét. Nagyon bízom benne az én szívügyem, illetve április tomar a Jobbik kormánynak az első intézkedése lesz, és amiért én is agitálni fogok, hogy ezek a menetrendek meg legyenek reformálva, megtörténjen a járatsűrítés, vissza legyenek állítva Budapestre azok a közvetlen járatok, amelyek ugye évtizedekig működtek, és most már nincsenek. És ezzel párhuzamosan nagyon fontos, hogy mind az autóbusz járműállomány, mind pedig a vonatállományt szeretnék minél előbb környezetbaráttá cserélni. Töreki Milán hozzátette, a korszerűsítésbe az ingyenes wifi elérés is beletartozik, hiszen ez a mai online világban már elengedhetetlen, és csak kevés távolsági autóbusz vagy vasúti járaton rendelkeznek az utasok ingyenes internet hozzáféréssel.
Kovács Béla sorsa a demokratikus jogok lábbal tiprásának jelképévé vált. Az ő története képviseli azokat az embereket, akiket ma a kommunizmus áldozataiként tartunk számon, mondta dr. Kovács Zoltán államtitkár országgyűlési képviselő a kommunizmus áldozatainak emléknapján tartott beszédében. Vasárnap este városi ünnepség keretében koszorúzással és mécsesgyújtással emlékeztek meg az áldozatokról. 1947. február 25-én képviselői mentelmi joga ellenére letartóztatták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát és a Szovjetunióba hurcolták. Ezzel a lépéssel kezdődött meg az egypártrendszer és a kommunista diktatúra kiépítése. A Súlyog Dezső szobornál tartott városi megemlékezésen Csukárdi Tibor szavalta el Faludi György Magánzárka című versét, majd dr. Kovács Zoltán államtitkár országgyűlési képviselő idézte fel a rendszer által kirekesztettek, munkatáborba hurcoltak és kivégzettek történetét. Tudjuk, a társadalmat erőszakkal átalakító törekvéseknek mindig rengeteg áldozata van. Ha nem ismerjük a történelmet, és nem tanulunk a korábbi példákból, kiszolgáltatottá és védtelenekké válunk. A kommunizmus áldozatai erre tanítanak. Tisztelt emlékezők! A totalitárus diktatúrák áldozatai és hozzátartozói felé nehéz jóvátételről vagy kárpótlásról beszélni, hiszen a családtagok elvesztése, a kegyetlenkedés, a félelem, az egzisztenciás veszteségek okozta sebek nem hozhatók helyre. Csak enyhíthetők, erkölcsi vagy anyagi téren. A megemlékezésen Pápaváros vezetősége, a képviselőtestület tagjai, a megjelent pártok és civil szervezetek helyezték el az emlékezés koszorúit Súlyog Dezső szobránál, majd a Márton István utcában, dr. Katona István emléktáblájánál. A kommunista diktatúra áldozataira való megemlékezés a szózat közös eléneklésével és mécses gyújtással zárult. Főként Vas Albert novellái, versei és regény részletei hangzottak el az író emlékére szervezett felolvasóesten. Az országos kulturális rendezvényhez immár 8. alkalommal csatlakoztak a pápaiak. A Hét Csillag Egyesület ezúttal is színes programot állított össze, a felolvasások mellett zene, tánc és ének is szerepelt a repertoárban. Vas Albert író és költő művei csak a rendszerváltás után jelentek meg Magyarországon, de az egyik legkedveltebb magyar író lett. Sokan olvassák, legnépszerűbb regénye a Funtinelli boszorkány. Az országos szervezésű Vas Albert felolvasóest célja, hogy időről időre ráirányítsa a figyelmet a munkásságára. Nagyon fontos célja volt, hogy Vas Albertet egy kicsit megismertetni mindenkivel, hiszen talán méltánytalanul őt annyira nem ismerték itt kis Magyarországon, illetve az, hogy őt minél jobban népszerűsíteni, és bekerüljön esetleg a kerettanterbe is. Hát ez mind a kettőben úgy gondolom, hogy történtek előrelépések, bár hozzáteszem, hogy sajnos még most is azért van nagyon sok ember, akinek a fejében nem tiszta Vas Albert személyiség, akár a háborúra tekintette, akár egyébre, bár ugye minden nemzetközi bíróság felmentette, és az amerikai szenátusnak is tagja lehetett. Az új helyszín a Tókerti 8 volt, ahol rendszeresen szerveznek kulturális programot. Ezért költözött ide a Vas Albert felolvasóest. A helyszínváltásnak ugye a legfontosabb oka az volt, hogy az Esti Corner Kávéház sajnos bezárt, és hát próbáltunk keresni egy olyan helyet, ami nem csak küllemében, hanem értékeiben is ezt a célt tűzi ki, és hát így kerültünk ide a nekünk 8-ba, hiszen azt gondolom, hogy az utolsó időszakban már itt is egy nagy hangsúlyt tettek arra, hogy a kulturális értékeket megmutassák, és azt gondolom, ez ugyanolyan fontos, mint az, hogy esetleg mennyire díszes egy hely. A korosztályi megoszlás színes volt, hisz kisiskolásoktól kezdve a szépkorúakig sokan vállaltak felolvasást, valamint közreműködött az Allegro Ami zenekara, a Tánclánc növendékei és a Sziringa zenekar. 13 tanuló részvételével zajlott a Gerencsér Attila helyesírási verseny 5. és 6. osztályosok számára megrendezett fordulója. A programot a hagyományoknak megfelelően az Erkel Ferenc Énekzenei Általános Iskola szervezte meg a járás általános iskolásai számára. A versenyt is az Erkelben tartották, ott mérték össze nyelvtani tudásukat és helyesírási képességüket a tanulók.
A Gerencsér Attila városi területi helyesírási versenyre 6 pápai és 1 pápa környéki általános iskolából érkeztek tanulók, a gyerekeknek több feladatot is meg kellett oldaniuk. Először egy tolvamondás szöveget kapnak, amelynek a témája természettudományos is egy kicsit, és a néprajzhoz is kapcsolódik. Utána egy helyesírási feladatlap következik, amelynek a feladattípusait a 2015-ös helyesírási szabálykönyv változásaira építettük. Igyekeztünk gyerekközpontú feladatokat kitalálni, például hirdetés szövegekből kell kikeresni helyesírási hibákat, vagy van helyesírási totó is. A helyesírási versenynek több évtizedes hagyománya van már Pápán, mondta el Kovács Tiborné, a verseny szervezője. 1996 óta zajlódik az iskolánkban ez a verseny, ez a 23. év. A célja pedig a tehetséggondozás főképpen, illetve az anyanyelvi és a helyesírási kompetenciának a fejlesztése. Nagy gondot szeretnénk fordítani az esztétikai nevelésre is. Szeretnénk felhívni a versenyzők figyelmét arra, hogy rendezetten, szép külalakkal olvashatóan dolgozzanak, írjanak. A gyerekek versenydolgozatainak javításában a kísérő magyar tanárok közreműködtek. A helyesírási megmérettetésen az 5. osztályosok közül első helyezést Hauber Frida, a Munkácsi Mihály általános iskola tanulója ért el. A 6. között pedig az Erkel Ferenc Énekzenei általános iskolába járó Bognár Levente bizonyult a legkiválóbb helyesírónak. A legjobb eredményt elért diákok oklevelet és könyvutalványt kaptak jutalmul teljesítményükért. 3 évente szervezik meg Balassagyarmaton az országos 4-kezes és 2 zongorás versenyt. A területi válogató ezúttal Pápán a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában lesz, ahol 6 megye legügyesebb diákjait hallhatják a zsűritagok és az érdeklődők. Az országos megmérettetésen rendszeresen ott vannak a pápai zongoristák, de a területi fordulónak rendszerint Győr vagy Veszprém adott otthont ez idáig, most azonban a pápai zeneiskola a helyszín. Itt pontszámot fognak kapni az induló növendékek, végigjárják az egész országot, van egy utazó zsűri, és amikor már az egész országban megtörtént a pontozás, akkor húznak egy vonalat, egy határvonalat, és akkor derül ki, hogy ki az, aki bejutott az országos döntőre, és ki sem. Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Zala és Veszprém megyéből érkeznek növendékek a versenyre. Pápát, Balog Fanni és Hegyi Barna, Stankovics Luca és Bodó Angelika, valamint tanár-diák felállásban Domonkos Eszter és Fodor Brigitta képviseli. 8 korcsoport van, ez igazándiból korosztályok szerint van meghatározva, illetve az utolsó 2, a 7. és a 8. Ez úgy van meghatározva, hogy a 7. korcsoportban indulhatnak tanár a saját növendékével, tehát az úgynevezett tanár-diák kategória, a 8. pedig a 2 zongorás kategória lesz. A verseny február 28-án lesz. 10 órakor Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyitja meg a rendezvényt. Az egész napos megmérettetés után 16 órakor dr. Áldozó Tamás polgármester adja majd át a díjakat. Holnap a hideg mellett havazásra is számíthatunk. Jöjjön az időjárás jelentés. Kedden sokfelé várható hószálingozás és havazás, nagyobb mennyiség az ország déli felé hullhat. Élénk nyugaton és északkeleten erős lesz a szél, hófúvásra is számítani kell. A hajnali mínusz 14, mínusz 6 fok után a csúcshőmérséklet mindössze mínusz 9 és mínusz 3 fok között alakul. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, viszontlátásra!